Sziasztok, Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon. A mai videóban rangsorolni fogom Jane Austen köteteit. Körülbelül egy 4 évvel ezelőtt csináltam egy videót a Harry Potterrel kapcsolatban, ahol rangsoroltam, hogy melyik könyv tetszett abban a sorozatban mondjuk a leginkább, és melyik mondjuk kevésbé. És ezt szeretném most megcsinálni a Jane Austen kötetekkel is, mert tavasszal elolvastam az Emmát, ami annyit jelent, hogy elolvastam a szerzőnek majdhogy nem az egész életművét, mert hogy a Jane Austen levelek maradtak nekem így hátra a köteteiből, de az összes regényét elolvastam már, úgyhogy ez az egy, ami hiányzik, ez a levelek, amit nem is tudok kikölcsönözni könyvtárból, mert hogy ott sincsen bent itt a közelembe, illetve megvásárolni sem lehet, mert kb. Fellelhetetlen. Úgyhogy egy kicsit bajban vagyok, hogy ezt mikor fogom tudni elolvasni, és hogy megkapjam végre azt a molyos pecsétet. Szóval az a lényege ennek a videónak, hogy most is rangsorolni szeretném mind a 6 nagy regényét Jane Austennek, hogy melyik tetszett a legjobban, melyik a legkevésbé, és kakukk tojás is lesz, mert hogy ugye itt van a Lady Susan, ami egy kis, hát ilyen levérregényszerűség, és ezt valaki a regények közé sorolja, valaki nem. Én így, hogy elolvastam, és igazából itt van mellettem, én ezt is beveszem így úgymond a közösbe, úgyhogy ez is helyet kapott itt a listám. És hátulról fogok indítani, tehát a legkevésbé tetsző könyv felől megyünk a legjobban tetsző felé, úgyhogy az első kötet, ami az utolsó helyen áll, de egyébként most mielőtt még megmutatnám ezt a könyvet, azért elmondanám, hogy én nagyon-nagyon szeretem Jane Austen, szerintem sokan vagyunk így, ő egy igazi, klasszikus, humoros, elképesztően jól író szerzőnő volt, és nagyon-nagyon kedvelem a köteteit. Vannak gyengébek, és ez pont szerintem az lett, tehát nem azt mondom, azt mondani, hogy a legrosszabb könyv, amit valaha olvastam, de nem is a legerősebb. Nekem ez a Mansfield-i kastély lett. A hangulata nagyon Austen-es volt, ezt teljes mértékben meg tudom neki adni, de valahogy alul maradt a többihez képest. Szerintem túlságosan hosszú lett, és volt is benne egy olyan jelenet, ahol egy család és egy baráti társaság egy színházi előadást próbáltak el, és ez körülbelül ténylegesen is több mint 100 oldal felett volt leírva, hogy hogyan próbálják meg összerakni azt az előadást, ahogy tanulják a szövegeket, ahogy a ruhákat kiválasztják, és ez nagyon-nagyon hosszú volt. Annak ellenére egyébként, hogy ez a színházi előadás amúgy be se lett mutatva, tehát úgy feleslegesen volt ott ez a 100-valamennyi oldal, és nem adott szerintem olyan sokat a történethez, és emiatt én egy kicsit vontatottnak, kicsit hosszúnak éreztem, illetve számomra az is egy picikét olyan összecsapottnak tűnt, ahogy így visszaemlékszem, hogy a főszereplő lány Fanny, akit követhetünk, ő egy introvertált karakter, ami egyébként tök izgalmas lehetett volna ebben a kötetben, nem került annyira bemutatásra, tehát nem láthattunk bele az ő igazi gondolataiba, az igazi érzéseibe, pedig én pont az ilyen karaktereknek élek, és ilyeneket szívesen olvasnék, ilyen karaktereket, de valahogy mégsem sikerült átadnia szerintem sem a történetet, és sem a karaktereket annyira Austennek. 3 csillagot adtam rá, úgyhogy számomra ez az a kötet, amit úgy nem biztos, hogy ajánlanék első olvasásra, hogyha még nem olvastatok a szerzőtől. Aztán itt van a Klastrom titka, amit annak idején én 2 nap alatt olvastam el, de szerintem vagy 15-18 évvel ezelőtt volt, ami kicsit durva, így visszahallgatva. Szóval nagyon-nagyon régen olvastam ezt a könyvet, szerintem a Büszkeség és balítélet után, vagy pont előtte, nem emlékszem pontosan, hogy melyik könyvet, de azt hiszem a Büszkeség és balítéletet olvastam el először, és utána a Klastromot. Szóval én ezt először filmben láttam, és nagyon-nagyon tetszett, ha jól emlékszem, a főszereplő lányt, azt Carey Mulligan játsza, és nekem ő egy én kedvenc színésznőm, bár ugye mostanában olyan sokat nem szerepel filmekben, de én őt nagyon-nagyon kedvelem. És megnéztem azt a filmjét, és nagyon-nagyon tetszett a sztori, és úgy voltam vele, hogy akkor én ezt el fogom olvasni könyvben, és hát egy picit csalódás volt. 3,5 csillagot adtam rá, így visszagondolva és összehasonlítva az összes Austen regénnyel, ez sem egy olyan kötet, amire azt tudnám mondani, hogy érdemes felekezdeni, de itt azért már sokkal több ilyen intrika volt, dráma, és itt azért jobban bejött szerintem Austennek is a humora, amit a következő könyvekben, amik mondjuk jönnek, ott sokkal jobban tényleg megmutatkozik ez az egész. Lehet egyébként, hogy ezt majd újraolvasnám, hiszen nagyon-nagyon-nagyon régen olvastam, és láttam ugye a belőle készült filmet, úgyhogy érdemes lehet szerintem újraolvasni, mert ugye a memóriám nem a legjobb
így olvasás, vagy akár filmek terén, úgyhogy megvan az a kiváltságom, hogy el tudok olvasni mondjuk 5 év után újra egy könyvet, és mondjuk meg tudok lepődni a végén, mert nem emlékszem teljesen. Úgyhogy szerintem ezt majd újra el fogom egyszer olvasni. Aztán innentől kezdve már a 4 csillagos és az a fölötti könyvek jönnek, tehát innentől kezdve én azt tudom mondani, hogy én kedvelem ezeket a Jane Austen köteteket. Ide jön most be a Lady Susan. Ez a kötet lehet, hogy azért, mert ez levelek formájában íródott, és minden megnevezett vagy levelek formájában előjött karakternek az oldaláról olvashatunk, hogy pontosan ki, hogy élte meg a történteket. Pont ezért lesz szerintem egy jó Austen kötet, annak ellenére, hogy ilyen kis picike. Nagyon furi a hangulata, Lady Susan a főszereplő, vagyis inkább úgy mondanám, hogy a főbb levélíró nem egy kedvelhető karakter, hiszen folyamatosan manipulálja a körülötte lévőket, tehát tényleg nem egy pozitív karakterről van szó, de mégis valamiért humoros, és jó látni egy olyan karaktert is, aki nem teljesen pozitív, így Austen karakterei közül. Szerintem szórakoztató volt, mulatságos, és iszonyatosan gyorsan lehetett vele haladni, és ezt még nem is mondtam úgy ezeknél az Austen köteteknél, de nekem az Ulpius ház kiadás van meg, amiket nagyon-nagyon nehezen tudtam beszerezni egy idő után, mert egyre kevesebb felelhető példányt találtam belőlük, de sikerült beszereznem az összes ilyet. Tudom, hogy fordításban nem ezek a legerősebb kötetek, így a magyar fordítás terén tényleg, de egyszerűen nem tudok elmenni amellett, hogy milyen gyönyörűek ezek a kötetek. És az, hogy így egybe láthatom őket, és ott vannak a könyvespolcomon, azok egyszerűen tökéletesek. Úgyhogy visszatérve a Lady Susanre, szerintem ez egy nagyon szórakoztató kis levélregény volt. Aztán itt van az Értelem és Érzelem. Ez a kötet 2 nővéről szól, akik apjuk halála után egy teljesen más faluba költöznek, egy kis házikóba, és lehelyebb kellett adni az életvitelükből, és itt csatlakozik be 2 szerelmi szál is, ugye a 2 nővér oldaláról, aminél ugye olyan tematikák is feljönnek, hogy házasság, szerelem, a szokásos Jane Austen témák megtalálhatóak már ebben a kötetben. Én nem tudtam annyira kötődni a nővérekhez, tehát szerintem ezt annó mondtam is videómban, mert ezt még akkor olvastam, amikor már videóztam. Úgyhogy én ott nem tudtam kötődni a nővérekhez így visszaemlékezés szempontjából. Valószínűleg azért, mert nekem nagyon hasonlít a Büszkeség és Bajítélethez, valószínűleg a tematikák miatt, bár ez mindig visszajön ugye a köteteinél Austennek, de valamit nem tudtam ugye hozzájuk kötődni, és így, hogy a Büszkeség Balítéletet én előbb olvastam, pedig az Értelem és Érzelem jelent meg legelőször a 2 kötet közül, valamiért én ezt sokkal jobban preferálom. Úgyhogy ha lehet ezt a könyvet olvastam volna mondjuk elsőként, akkor lehet, hogy jobban tetszett volna mondjuk a Büszkeség és Balítéletnél, mert aztán nem hiszem azért, de nem volt egyébként olyan rossz kötet. Atmoszférikus volt, tetszett a dinamika, voltak benne itt is humoros részek, és ezért szeretem egyébként Austennek az írását, hogy annyira, nem tudom, modern meglátása van az akkori korról, és hogy mit lehetne esetleg akár a házasság, a családon belül fejleszteni, vagy javítani, hogy ez tényleg jövőbe látó volt szerintem. Azt nem mondhatjuk, hogy jön a top lista? Ez a top 3? Mert hogy a top 3, 3 könyvem maradt itt, úgyhogy akkor jöjjön a top 3, méghozzá a 3. helyen az Emmával. És ez, ha nézzétek a videóimat még tavasszal, akkor biztos vagyok benne, hogy most mosolyogtok, mert én is mosolygok rajta, mert hogy ez volt az utolsó kötet, amit meghagytam Austennek a művei közül, hogy utolsóként fogom elolvasni, ugyanis én ennek a sztorinak a történetét már ismertem, hiszen nagyon sok filmadaptációt és sorozatot is láttam már ebből, és az összeset utáltam. És úgy voltam vele, hogy jó, haladok én itt az Austen kötetekkel, és egyszer csak majd elérünk az Emmához, és hogy mi lesz az Emmával. Tökre féltem tőle, hogy nekem egyetlen lesz-e képességem ahhoz, hogy befejezzem ezt a könyvet. Tehát, hogy én már ilyen szinten voltam, mert nagyon féltem tőle, hogy nem fog tetszeni. Én nem kedvelem Emmának a karakterét, mert ugye ő ilyen mindenkivel összeboronál, drámát és feszültséget kelt, és erről szól ez az egész kötet, ami tényleg vetekszik a Mansfieldi kastéllyal. Nagyon-nagyon vastag kötetről van szó, viszont ezt az üvegcséből húztam ki ugye évelején, és így
muszáj volt elolvasni. És basszus, tudta az üvegcseh, hogy ezt a könyvet el kell olvasnom, ugyanis nagy meglepetésemre tetszett. És ebben a könyvben már teljesen értettem is Emmának a karakterét, hogy miért olyan, amilyen, és megkedveltem. Ami tökre jól megmutatja azt is, hogy nem minden a film meg a sorozatok, hogy amit ott látunk, az nem egy teljes képet ad arról, hogy milyen amúgy az eredeti mű. Úgyhogy örülök neki, hogy adtam egy esélyt rá, és hogy nem zárkoztam be, hogy hát én ismerem ezt a sztorit, tudom, hogy mi lesz, és hogy igazából nem is kell tőle félnem. Úgyhogy örülök neki, ez lett a harmadik. Ami meglepő ennél a rangsorozásnál, de szerintem méltó helyen van itt a harmadikon. Úgyhogy már csak két könyv maradt, a Büszkeség és Balítélet, vagy a Meggyőző érvek. Most még tippelhettek, hogy melyik lett az első. Jó, ennyi időt hagytam. A második helyen a Büszkeség és Balítélet áll. Hát igen, a Büszkeség és Balítélet lett a második helyen, amit tudom, hogy mindenkinek a nagy kedvence, én is nagyon szeretem, hiszen a 2005-ös Keira Knightley-s verzió filmben az én egyik kedvenc filmem, sőt, komfortfilmem, ha beteg vagyok, ha rossz a kedvem, én azt a filmet, hogyha berakom, tudom a táncot, tudom a zenéket, tudom a szövegeket, tudom miután milyen, tehát nagyon szeretem ezt a sztorit, akár filmben, akár könyvben is. De igazából nincs de. Szeretem ezt a könyvet, nem tudok mit mondani rá, nagyon szeretek, viszont itt most már lehet, hogy itt párosítani fogok. A Meggyőző érvek, ami az első helyet kapta, sokkal különlegesebb szerintem. Lehet, hogy azért, mert már annyira sokat hallottunk a Büszkeség és Balítéletről, és mindenki tudja, hogy miről szól, hogy mi lesz a vége, hogy Mr. Darcy és a kéz, és milyen bonyodalmak vannak ebben a kötetben, és amellett egyébként, hogy mennyire fontos témákat is taglal, akár a házasságról, az elrendezett házasságok tematikáját nézve. Nagyon fontos témakört jár be, és én nagyon szeretem, tényleg folyamatosan tudnék erről a könyvről beszélni, Mr. Bingley-nek a karakterét is kedvelem, bár azért ugye nagyon befolyásolható volt, úgyhogy ennyi-bennyi. Szóval sok jó dolog van ebben a könyvben is, viszont én azt gondolom, hogy a Meggyőző érvek az nagyon alul van értékelve, és nekem azért ez a kedvenc könyvem, mert egy kicsit jobban sikerült az, mint ami a Mansfield-i kastélynél, Fanny karakterénél, hogy itt is egy olyan karaktert követhetünk, aki egy picit visszahúzódóbb, nem teljesen introvertált, de azért egy visszahúzódó személyiség, és annyira jó volt annak idején olvasni az ő oldaláról, hogy hogyan éri meg a szerelmet, vagy ráadásul azt a szerelmet, ami után ugye vissza lett utasítva, és ez az egész, úgymond szerelemgyász feldolgozása, fogalmazhatok így, nagyon érdekes volt, és nem akarok spoilerezni, de ami még utána jött, az nekem nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy valahogy én jobban együtt tudtam itt érezni ennek a karakterével, mint Fanny-ébe, ugye a Mansfield-i kastélynél, tehát hasonló karaktereket látok, de ő szerintem sokkal jobban sikerült. Úgyhogy én mindenképpen azt tudom mondani, hogy bármelyik Austen könyvet is választjátok egyébként azok közül, amiket mutattam, a Meggyőző érveket ne becsüljétek alá, vagy tartózkodó érzelmeket, mert ugye több néven jelent meg ez a kötet a Jane Austennek, és annyit mondanék, hogy ne nézzétek meg belőle azt az új Dakota Johnson-os filmverziót, mert megöli a történetet, meg a karaktereket, meg mindent, ami ez a könyv, úgyhogy olvassátok el. Hát ez lett volna az én Jane Austen rangsorolásom, remélem, hogy tetszett nektek. Én nagyon-nagyon élveztem rangsorolni ezeket a köteteket, és ilyenkor jövök rá arra, hogy mennyire szeretem egyébként a klasszikus könyveket, és hogy mennyire egy zseniális írónőt olvashattam így végig, vagy hát az ő köteteit. Úgyhogy ha nektek is van ilyen listátok, vagy végigolvastátok a köteteket, és szeretnétek egy rangsort kialakítani, akkor írjátok meg kommentben, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki melyik könyvet miért tartja a legjobbnak, vagy esetleg a legrosszabbnak. Ahogy megszokhatátok, megtaláltok mindenféle social media felületen, Just a Bookie szólnéven, és találkozunk a legközelebbi videómban is. Sziasztok!